Költő nincsen otthon, de mégsem éri semmi kár, két könyv között a polcon, egy kígyó szundikál, az asztal lábánál, szagos patörzsre gondol, s kis térképet vizel, egy izgatott komondor. Radnóti egyik álnéven írt versének megzenésített változatával vette kezdetét a februári Flash Salon, aminek vendégei ezúttal Varró Dániel és Molnár György voltak. Varró Dániel a fiatal költőgeneráció kiemelkedő alakja, felnőtteknek és gyermekeknek szóló művek és műfordítások fémjelzik szakmai útját. Első verseit 30 évvel ezelőtt, 12 éves korában írta, majd 10 évvel később, 1999-ben Bögre az úr címmel megjelent első verses kötete is. Igazán nagy népszerűségnek második könyve a Túl a Maszathegyen című verses meseregény örvendett, amiből Báb musical is készült, ami alapja egy azonos címmel megjelent kalandlemeznek is, aminek szerzője Presser Gábor. A kötetei aztán folyamatosan megjelentek, utoljára 2018-ban, Aki szépen butáskodik címmel. Varró Dániel három kisfiú édesapja, akikről sokat ír, 2011-től kezdve például az Apanaplóban, ami a Nőklapjában jelent meg egészen 2018 végéig. Megpróbáltam hogy egy gorcső alá venni a gyerekeket, és azt, főleg azt figyelni, nyilván ami nekem érdekes volt benne, meg hát nyilván valamennyire ilyen szülői gyereknevelési dolgok is előfordultak, de hát ezért nekem költőként, meg nem tudom, magyar szakosként, főleg az volt érdekes, ahogy a gyerekek fantáziája az, hogy ők hogy csodálkoznak rá a világra így az első pár évben, hogy kezdik el használni a nyelvet, tehát hogy sok ilyesmiről is szólt az a sorozat. A költő bevallása szerint művei alapvetően nem változtak az elmúlt évek alatt, azonban a témák igen, így többet írt az utóbbi időben a családról, gyermekekről és a szülőségről is. Több kötete kifejezetten a gyerekeknek szól, mint például a Kerge ABC, az Akinek a lába hatos, korszerű mondókák kisbabáknak, vagy éppen annak folytatása, az Akinek a foga kijött. Varró Dániel új stílus teremtett a gyerekversek világában, hiszen egy új és modern nyelven szól a legfiatalabb generációhoz. Azt tapasztaltam szerencsére, hogy nagyon nyitottak, azt gondolom, hogy általában alapból nagyon nyitottak a gyerekek a költészetre, a versekre, különösen az ilyen jó ritmusú, rímes, csengő-bongó versekre, illetve hát amikor olyasmiről szól egy vers, amihez közük van, és ami tényleg az őket körülvevő világról és az ő nyelvükön szól, úgyhogy ezek tényleg az én verseimben eléggé természetes módon kerülnek be, akár ezek az ilyen technikai dolgok. Jártamban, kertemben, szétnézek kertemben, eltekintek balra, s lám egy mit tudom én, milyen nevű növény kúszik ott a falra. Itt, ahol épp állok, dús, hogy is hívják, hogy díszítik a kertet, ott illatos izé és szép nem tudom mi nyílnak egymás mellett, mind a kertben nőnek, gyanítanám őket kerti virágoknak. Bár hát azok nőni, azt írta Petőfi, hogy a völgyben szoktak. Az este folyamán, aztán a zenés irodalmi műsor alatt Varró Dániel felnőtteknek és gyermekeknek szóló művei, valamint más megzenésített versek is elhangoztak Molnár György közreműködésével. A Varró Dániellel készült teljes interjút pedig hamarosan Kultúrpercek című műsorunkban is megnézhetik majd.